az Évháza a hazai építész szakma díja. Célja megismerni és megismertetni a szakmával és a közvéleménnyel a bírálóbizottság által színvonalasnak ítélt épületeket, a példamutató és követendő építészeti magatartást. Idén a közönség is szavazhatott. A legtöbb voksot a Huszári Krisztián tervezte Biatorbágyi kerékpárüzlet és irodaház kapta. A verseny igazából nem tartalmazta, hogy közönségdíjat fognak kiírni. Ez kimondottan egy szakmai oldalon megpróbáltuk. Jól esik, hogy a közönségdíjat kaptuk meg. Azt gondolom, ez pont méltó ehhez az épülethez. És igazából a közönségnek szól az épület. Főleg azzal, hogy az építető a saját családját, a saját milliót bevonja ebbe az épületbe is, és egy olyan közösségi teret hoz létre, ahol egy ilyen fórum jön létre, ahol találkozhatnak az emberek. Milyen épületet álmodtál meg ide? Olyan épületet, ami helyet ad egy közösségnek, egy családnak, a város milliójébe beleilleszkedik, de mégis felhívja magára a figyelmet, hiszen valahol ez egy középület akar lenni. Szeretem volna azt valahogy az épületben viszont látni, hogy nekem ez egy gyerekkori álmom, hogy ez így megvalósul. És valami olyan jön létre, ami méltó ehhez a kissé elhanyagolt kerékpáros kultúrához. Történik valami, és valami értékes talán. Az épület maga jó, működik, igazolja magát, működik a közönségnek, működik az építetőnek, és fizikálisan megadja azokat a kívánalmakat, amik igények voltak. Tényleg működik, tehát hogy amerre fordulunk, amerre megyünk, ahogy bejönnek a vevők, ahogy látjuk a fényeket, ahogy a hőt tudjuk szabályozni, tehát hogy ezek az apró finomságok így örömít lenni. Volt egy vevőnk, aki úgy fogalmazta meg, amikor ide leült, hogy hát itt szeret lenni, tehát lassan így beállnom szerelni. Ez az, amit most látunk, ez a sokadik verzió, mert mindig volt valami, hogy magában az épületben, a kontúrokban hogyan tudjuk ezt a biciklis, kerékpáros dinamizmust beletenni, hogy az emberek ezt meglássák. Hogy azt lássák, hogy ez egy transzparens épület, hogy itt nincs rejtegetni valunk, hogy látványszerviz van, hogy előtte bemérjük őket, hogy próbáljuk oda tenni a szívünket, lelkünket ehhez az egészhez. És ezt a Krisztián átérezte. Itt minden könnyed, áttekinthető. Az épület úgy mutatja be a kerékpárokat, mint amilyenek azok önmagukban akarnak lenni, könnyedek. Könnyed, és könnyed az is, aki használja, ahogy használja ezt az érzést, az életbe is átcsempészi. Tényleg egy életérzés, úton lenni, ez egy szerethető dolog. Az is, ahogy elsuhannak mellettünk a történetek, és hogy mindnek részesei lehetünk, és ettől ez egy jó dolog.